éles lövészettel egybekötött szakharcászati és lőki képzésen vett részt a Klapka György lövészdandár első lövészzászlóalja és 36. páncéltörő rakétaosztályának állománya az alakulat Szomódi lőterén. A lövészeten résztvevők többek között BTR-80 A-típusú páncélozott szállítóharcjárművel és 60 mm-es aknavetőkkel is gyakorlatoztak. A lövész szakaszok körülbelül egy 2 hónapos kiképzési cikluson estek át, amire eljutottak erre a pontra. Ez úgymond a kiképzésüknek a záró akkordja. Itt a lövész szakaszok 2 hónappal ezelőtt megkezdték a szakcsoport felkészítéseiket, illetve még sor került az új fegyverrendszerre, a Carl Gustav M4 páncélt löveggel is egy felkészítés. Majd utána megkezdték a rajoknak az összekovácsolását, miután megvoltak az egyéni kiképzések. A komplex szakharcászati foglalkozáson a lövészzászlóalj mellett az aknavetős állomány is számot adhatott eddig megszerzett tudásáról, és bizonyíthatta rá termettségét. A lövőállomány 2 lőgyakorlatot hajt végre a mai napon. Egyes számú lőgyakorlat, amin 1 vetőlő, illetve 1 perál lőgyakorlat, ahol jelen esetben 2 vető hajtja végre a tűzfeladatot. Ennek a célja az, hogy szeptemberben, mint támogató szakasz fognak alkalmazásra kerülni a Dandár Brave Warrior és Bátor Harcos gyakorlatán a Bakonyba. A lövészeten részt vett az első lövészzászlóalj első századának mesterlövész Raja is. A Raj a foglalkozás során végrehajtott harcászati helyzetek előkészítésében és biztosításában vett részt, valamint 1-es, 2-es és 3-as számú különleges mesterlövész alaplőgyakorlatot hajtottak végre ismeretlen távolságra.